Voltak, akik hangkeltő eszközökkel, mások a telefonjukkal világítva vonultak a Szekszárdi Széchenyi utcába csütörtökön késő délután. Néhány százal jelentek meg, mindannyian azért, hogy élőláncot alkotva a pedagógusok jogaiért és az oktatási rendszer megreformálásáért demonstráljanak. Tudjuk azt, hogy rengetegen el fognak menni nyugdíjba, ami ugye azt jelenti, hogy nem tudjuk már becsalogatni a pályára a pályakezdőket. Nem jönnek egyszerűen tanítani, mert hogy nincs semmi vonzereje a pályának, de gyakorlatilag hobbi szakma lett a pedagógus szakma. Én azt gondolom, hogy a mai nap az meg tudja mutatni azt, hogy bocsánat, egy tanítványinteket, hogy meg tudja mutatni a mai nap azt, hogy mit jelent az, amikor az emberek egyként gondolkodnak. A tanárok elsősorban magasabb béreket szeretnének, de az általuk megfogalmazott 9 pont között szerepel például a szabad tankönyvválasztás, a diákok és az oktatók terheinek csökkentése és egy külön oktatási minisztérium felállítása is. Azt szeretnénk igazából, hogy a szekszárdi emberek is észrevegyék, hogy ez egy probléma, és megmozduljon egy kicsit ez az álmos város. Biztos, hogyha most nem érünk el nem csak szekszárdi, hanem országos szinten eredményt, akkor szeretnénk még hasonló rendezvényeket. A demonstrálók között több diák is volt. Volt, aki azt mondta, azért vesz részt az akcióban, hogy a pedagógusai munkáját jobban elismerje az állam. Szerintem fontos, hogy kiálljunk a tanáraink mellett, mert nekik nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy közben esetleg nem biztos a megélhetésük, és fontosnak tartom, hogy kiálljak a tanáraim mellett, mert nagyon sokat adnak nekem. Hogyha jó tanárik vannak, akkor szerintem jó alapokról indulunk a felső oktatásban. Szerintem ez nagyon fontos. A tanárokhoz civilek és egykori nyugdíjas kollégáik közül is többen csatlakoztak. Hogyha a korfát nézzük, a pedagógus korfát, akkor ugye azt látjuk, hogy 60 pluszosok nagyon sokan vannak, 20 meg 30 pluszosok pedig nagyon kevesen vannak már a pályán, nincs utánpótlás, nem jönnek fiatalok erre a pályára. A megjelentek a főutcáról a Béla Király térre vonultak, ahol énekeltek, majd a szervezők hangosítás mellett elmondták, miket szeretnének elérni a megmozdulásokkal, valamint a pedagógus munka során tapasztalt nehézségekről beszéltek. A demonstráció kora este ért véget.